Köszönjük szépen, és most megkérem Horányi László színművészt, Kosztolányi Dezsőtől a Hajnai Részegség című verset hallgathassuk meg. Engedjék meg, hogy még mielőtt a Kosztolányi vers elhangozna, művész úr tiszteletére és az önök tiszteletére is, így minden zenei kíséret nélkül egy rövid kis dalt elénekeljek. Majdnem ez a hang, igen. Igen. Világok harcában elárult földre ájult nép vagyunk, kinek a szíve félrelökve, meggyötörve felragyog, megadja még nekünk az ég, ne bántsanak mások bűneiért, megyek a hegyen, lábúj hegyen, valami legyen, valami legyen. Minek tagadni, elhazudni, elfeledni azt, ami fáj? Tagadni azt, hogy úgy szeretnéd átölelni ezt a hazát. Tagadni kár, miénke táj. Magyar hazánk, ami édesanyánk, megyek a hegyen, lábúj hegyen, valami legyen. Valami legyen, tagadni kár, miénke táj. Magyar hazánk, ami édesanyánk, megyek a hegyen, lábúj hegyen, hamarabb legyen, hamarabb legyen, valami legyen. Elmondanám ezt néked. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka, 3-kor, abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig, így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem, 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba, leföl, ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy, álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam. S ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon, az emberek fennkölten s vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borul reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítenek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár egy ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, és a csillagok lélegző lelke,
mely csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, kimondhatatlan messzi odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, és most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, és felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, és távolba roppant fénycsóba lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lángyult. Valami rebbent. Oszolni kezdett a vendégsereg fenn. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás halk női suttogás. Mint mikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messzi kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben arra ringó könnyücske hintó mélyébe lebben, s kacérmosollyal tovább robog ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, sok száz batár között, aranykonfetti záporában, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van. Minden este bál van. És csak most világolt fel értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennyek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te, mit kerestél ezen a földön? Miféle kopott regéket? Mi kézirat volt fontosabb tenéked? Miféle ringyók rabságába estél, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, annyi rest éj? És csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 éve. Szívem visszadöbben, halottaim is itt-ott, egyre többen. 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes, égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsalom szét. Szóval, bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen miben hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem, feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, barátom, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, hogy a porban, hogy lelkek és göröngyök közt botoltam. Mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Köszönjük szépen művész úrnak, és most pedig megkérném Prokop Mária professzor asszony művészettörténész, hogy nyissa meg a kiállítást. Kedves művész úr, kedves megjelentek, kedves család és kedves ismerősök! Nagy öröm és köszönöm szépen a meghívást. Óriási ünnep kiállításon, egy életmű kiállításon részt venni, főképp amikor ez az életmű, ez úgy végig kísér, mint egy évszázadot szinte. És méghozzá nem akármilyen évszázadot, ezt a többségünk nem is tudhatja annyira, mint ahogy tudja Komorjai László. És amikor belépünk ebbe a terembe, úgy, ahogy hallottuk előbb a
előadó művész úrtól, hogy az a magyar táj, az édesanyám, a napfény, és az a áprilisi csodálatos természet, ami ebben a környéken különösen nagyon szép, és ez a csodás épület, ami Esztergomnak egyik legpatinásabb és a legjobb állapotban lévő épülete, az udvarán ez a csodálatos szép fa. Tehát minden olyan öröm, az ünnepséget segíti, ami ezt az ünnepi kiállításnak keretet ad, és aztán belépünk, és itt vannak ezek a képek. Kezdve a grafikától, és azért nem is baj, ha mindenben a három teremben eloszlunk, hogy aki ahol van, ott tudja megcsodálni ennek a művész úrnak azt a látásmódját, azt a lelki világát, ami őt ma is látjuk itt szerencsére közöttük, hogy boldoggá tette. Itt egy boldog emberrel találkozunk, aki, ha azt nézzük, ott van egy kis életrajz jelezve az első a bejáratnál, hát az 22 születés, akkor háború, ugye éppen a kezdő fiatalság, 20 éves, sok minden szép terv és jó, aztán amerikai fogság, na ebből itt most itt semmit nem érzünk. Aztán nehézség, sok minden, de ezt nem mondom tovább, mert ebből itt semmit nem érzünk. Itt látunk egy napfényes magyar tájat az ország sokféle részkül, és a Balaton vidékéről, ott Vörösberény. Nem régen volt ott egy szép kiállítás, és öröm volt látni, hogy ezek a Almádi, ugye, ahhoz tartozik most, ezek az emberek összejöttek, emlékeznek, amikor ez a fiatal házaspár, ugye ott kezdte a művész szerepen, és aztán ottan telket vettek. Szóval valami annyira szép az az élet, így áttekintve, és a jobb barátok ismerősök közelebbről is ismerik őt, és ismerik azt a derűs szemléletet, ami ezekből a képekből sugárzik, ami tehát ő, az ő szemüvegén, ez a nem könnyű életnek a szemüvegén átlátva is, azt látjuk, hogy a napfény azt mindig észrevette. Tehát az első az, amit kell, hogy magunkkal vigyünk, hogy ezt a szép tavaszi napfénybe, hogy nekünk is, hát a kultúra, amit itt azért hallottuk, zene, költészet, Kosztolányi, hát valami Esztergom, mégiscsak a Babits Mihálynak a mondhatnám rezidenciája, ugye, tehát az egyik otthona, amit ő a Trianon után, első háború után, ő választja, egész ebbe a egyharmad Magyarországba választhatott volna, már csak más egy Esztergomot választotta. És ők is, amikor ugye az életbizonyos periódusában Esztergomot választották lakhelyüknek, és nagyon hálásak vagyok, mert mutatja azt, hogy ez a sok jó barát, akik itt vannak most, hogy valóban otthonra találtak, és ugye esztergomi az, aki annak érzi magát, és ők teljesen esztergomnak érzik magukat most is, és bizonyára a jövőben is, és nagyon fontos, hogy ez a város, ami nem lehet elvitatni tőle, hogy egy kulturális metropolisz. És ez így van 1000 év óta. És ez, hogy a mai esztergomiak is így érzik, és a mai esztergomiak is ide jött, ugye, Vörösberény, Tihany, Balaton, a hegyvidéktől, és most egy olyan embernek szereznénk megtanulni az ő szemüvegét, átvenni az ő szemüvegét, hogy lássuk azt a tájnak, az emberek nélkül vagy emberrel portrékat, az emberi testek a szépségét, a tájnak a grafika és a grafika eszközeivel, a grafika az alapja a képzőművészetnek, és itt látjuk, hogy aztán ő egyre színesebb lesz az akvarellel, olajjal, tehát minden technikát kitűnően ismerve sugározza azt, hogy háború ide, háború oda, szörnyű 50-es évek. Szóval egyszerűen a boldogságot a szívünkbe hordjuk. A szívünkbe, és ezt nagyon köszönjük Komorjai Lászlónak, de köszönjük a feleségének is, mert nem csak most állnak egymás mellett, hanem az életen át, és a házaspár, ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy csak közösen tudunk valamit alkotni, főleg egy házaspár. Tehát egy test, egy lélek, és úgy akkor van boldogság, van eredmény, van valami olyan, ami független egy kicsit a külvilágtól. És ez, az, hogy a festészetnek az eszközeivel, tehát nem törődve különböző izmusok, mik vannak, ismeri, föl lehet fedezni a csendéletekben is, és máshol is a modern törekvéseknek az ismeretét, tehát de alapvetően neki a szín, a fény,
a napfény és annak a rezdüléseit. Mondhatjuk a magyar festészetbe, hogy a Nagybányától. Ez egy olyan örökség, hogy mi ezt az impressionizmus, posztimpressionizmust úgy nem akarjuk elhagyni. És a legtöbb művész kortársak is azért mindenütt a világon lévő különböző művészeti irányzatok van rengeteg, azon mindig megtaláljuk a dekorativitást, a szépséget, a fényt, az, ami átsugárzik, és ami belülről jön a szívből. És ezt nagyon köszönjük, és szeretnénk, hogyha ez mindannyiunkat, tehát ez nem csak az, hogy jó, könnyű, hogy egy tehetséges művész házaspár, hanem azért állítsák ki, hogy minket is boldogabbá tegyenek, hogy mi úgy menjünk innen erre a kiállításra, hogy valóban nem számít, sok minden probléma van. Ők is tudnának arról most hosszan beszélni, hogy az ott a 95 év alatt mi minden probléma volt. És ebből mondom, itt semmi nem érződik ez a kiállításon, hanem érződik az öröm, a boldogság, amit kívánok, hogy a további éveket is. Igen, tehát mindenképpen ez a... Most én sajnálom, hogy a Mária képei nincsenek itt kiállítva, amikor jöttem, mindjárt kérdeztem, hogy hol vannak az ő képei, mert tehát ugye ő szerényen, ő jelenleg, de sokan ismerik az ő képeit, úgyhogy én is nagyon nagyra becsülöm, és egy olyan pedagógus, aki azért sok éven át ugye tanítottam, még Esztergomban is tanította, Kolpénban, a fiatalokat van, aki talán itt is tanított, szóval ennél nagyobb dolog nincsen, mint hogy tovább is adni, nem csak én magamnak megtartom az én tehetségben művészetemet, és ez vonatkozik Komorai László művész úrnak is, hogy amikor alapvetően kenyérkeresetet jelentett, amikor a reklám grafikákat kellett a képzési alap megrendelésére készíteni, de nézzük meg azt a párat, ami itt ki van állítva, hogy milyen változatosak, és minden témában mindjárt volt ötletfantázia, mindjárt volt egy olyan művészi megoldás, ami ma is érdemes kiállítani, és ami azt hiszem az egész magyar képzőművészetnek is egy továbbra is nagy kincse. Kincse mindenképpen Esztergomnak. Esztergomnak, ami hát a képzőművészetnek egy Szent Istvántól, vagy mondhatnám sokkal régebb idők óta is, amit a régészek tárnak fel a hazája, és a jövőben is. Fontos, hogy ez a Duna Múzeum ezt kitűnően ápolja, és hál' Istennek van olyan kulturális élet ennek a városnak, amit azért sok város megirigyelhet. Ne? És ez a legfontosabb, a szellemi élet, mert az, hogy a házakat rendbe hozzuk, az egy kis anyagi befektetés, és az meg lesz. De a szellemet nem lehet már a holnap kibontakoztatni. És ez itt, hál' Istennek, megvan, van fogadóközönség is, van művész is, vannak itt ellenlévő művészek is, úgyhogy kívánom, hogy Isten értesse Laci bátyát sokáig a feleségével együtt, és az, hogy valóban mindenki úgy megyen innen el, hogy ez a művészet, ez bennünk van, a művészet, és ez az egyetlen érték, a szellemi érték. Az anyagi értékek nem árt, ha vannak, de nem az a legfontosabb, és azt mindig lehet pótolni. És Esztergom talpra fog állni, és azokat az épületeket rendbe fogjuk hozni, és ezt meg fogja tölteni ez a szellem, ami itt van, és köszönöm szépen a jelenlévőknek is, és tartsuk össze, és szeressük ezt a várost, szeressük a művészetet, szeressük ezt azokat, hogy milyen szép, mondom, az ember, a portré, a csendélet, minden, ami körülvesz, minden szép, és mindenben meg kell látnunk a szépet, és ettől mi is boldogok leszünk, és ezt kívánom a házaspárnak is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Mária néninek. Ilyenkor mindig csak azt szokott eszembe jutni, hogy csak fele ennyi energiám legyen, amikor 50 leszek. Köszönjük szépen. És akkor most megkérném Annát, hogy még egy zeneszámmal szórakoztasson minket a megnyitó végén. Thank you.
szeretném megköszönni Máriának, hogy harmadszor is elvállalta, hogy a mi Tillag, gyere már ide. Nagyon és nagyon szeretettel hívok mindenkit, mert sütöttünk, főztünk, vásároltunk, és jöjjenek egy kicsit együtt kocintani az egészségünkre. Itt van a kert felé, itt ki lehet menni, meg a másik oldalról is. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött.